Nemrégiben tartotta évelei közgyűlését a Kozármicsényi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület, amely településünk szinte legidősebb. De nem csak legidősebb, az életkorra gondolok, hanem a legrégebb óta működő egyesülete. Hát bizony örömmel mondjuk, hogy abban az időben, amikor Kozármicsényben kezdtek megalakulni a civil szervezetek, hát ott voltunk a toppon, hogy így mondjam, és igen, ezzel a szójátékkal, hogy a legidősebb, igen, egyike a legidősebbnek, mert azt hiszem még a Józsa Gergely Néptánc Egyesület volt az, aki, meg talán a Tornádó az, aki még így vezeti a listát. No, visszatérve, igen, eleget tettünk annak a kötelezettségünknek, ami az egyesületi SMS-ünkben előírt, hogy évente egy, illetve két közgyűlést kell tartanunk, és akkor rájöttünk most már évek hosszú sora óta, hogy legyen egy záró nyitó. Ezt azért találtuk ki, mert januárban már megkapjuk az előző tárgyévnek a zárását, és akkor nincs az, hogy még egyszer vissza kell rá térni, ha éppen az előző évnek a végén tartjuk. Na, ezt tettük az idén is. Nagyon nagy létszámú, érdeklődő füle hallatára Kárpáti Ferencné Irénke tartotta a gazdasági beszámolót, és én pedig a kulturális vállalásunkat a 2012-es évről. Hát röviden, közérthetően mondjuk el a lakosság számára is, hogy telt a nyugdíjasok elmúlt éve. Én azt gondolom, hogy itt nekem szerepem nincsen ebben a riportban, hanem önöknek köszönhetően akár az írott sajtóban, akár az elektronikus sajtóban a lakosság figyelemmel kísérheti a munkánkat, mert mindig meg is jelenítem ezt ezzel a jelzővel, hogy munkánk nyitott, bárki számára áttekinthető, mind gazdaságilag, mind pedig program tekintetében, és az idei évben is a közgyűlésen egy 2013-as évre vonatkozó munkatervet fogalmaztunk meg. Jelzem, munkaterv, tehát ebben változtatásokat mindig szoktunk eszközölni, de amikor a zárszámadásra kerül a sor, akkor nem, hogy kevesebb program kerül a közgyűlés elé, hanem sokkal több program, mint amit ebben a munkatervben megjelenítettünk. Hát úgy fejből elkezdek gondolkozni akkor, hogy mivel is tölthetik az időt a nyugdíjasok, hát biztos, hogy van valami tanulás, illetve ismeretanyag befogadása, akkor vannak vidám kikapcsolódó percek, illetve vannak bizonyos kirándulások. Szerintem az összes dolgot nem említettem, de azért menjünk végig ezeken, hogy mire számíthatnak ebben az évben. Igen. Na most a vezetőség, aki összeállítja ezt a programtervezetet, mindig figyel arra, hogy az időseknek milyen a munka iránti lekötöttségük. Tehát mit fedez ez a kicsit magyartalan kifejezés? Ez azt jelenti, hogy most uborka szezon van, mert nem lehet kertezni. Na most, ha nem lehet kertezni, mondjuk ezt mi így, akkor természetesen benti foglalkozások vannak, úgyhogy most már túl vagyunk egy régészeti előadáson, ami a roncsolásmentes régészeti kutatásokkal foglalkozott, mindenki nagy érdeklődésére, és akkor szerkesztő úrhoz kapcsolódóan túl vagyunk egy tulajdonképpen farkán is, amikor is Diós-pusztára mentünk 60-an, és ott meghosszabbítottuk egy kicsit, hát nem tudom, remélem Károly atya nem hallja, mert egy kicsit már a bőjtben vagyunk, de így jött ki a program, és hát majd kirúgtuk a Diós-pusztai vendéglőnek az oldalát. Tehát egy ilyenen is túl vagyunk, és most a jövő héten, 6-án pedig a nőnapi bálunkat fogjuk tartani, ami szintén már hagyomány számba megy.
Ebben az évben, bocsánat, hogy a csúcsot is elérjük, ugye a beszélgetés kapcsán, készülünk egy máramarosi kirándulásra. Hát ez egy számunkra egy nagyon-nagyon romantikusnak ígérkező. Tudni illik, a szállásunk egy holtvágányra kitolt vasúti szerelvény, gyönyörűen felújítva, csillogva, villogva. Ott a hálókocsikban lesz a szállás, illetve a volt éttermi kocsiban az étkezés. Azon kívül a máramarosi havasokban 25 kilométert fogunk vonatozni, és a 25 kilométer végén pedig egy piknik az erdőben, a havasokban, és idős ember lelkének is, és magyar ember lelkének is nagyon melengető. Adifalvára, azaz Érmincentre, Koltóra, Nagykárolyba, Szatmárnémetibe megyünk, Szaploncán a Vidám temetőt fogjuk megnézni, hát egy temető, hogy lehet vidám, eléggé ambivalens ez a jelző szerkezet, de akkor megnézzük, hogy mitől az, és a bárcfalvi kolostoroknak a jellegzetes építését fogjuk végig élvezni. Mindez egy háromnapos kirándulás. Most már nagyon-nagyon visszafogjuk egyrészt a távolságot is, másrészt az idő kintöltését, mert hát a pénztárcák eléggé végesek, tehát úgy próbáljuk megszervezni, hogy részletfizetési lehetőséggel, hogy mindenki el tudjon jönni, aki szeretne. A vidámságon kívül azért háttérmunkák is folynak az egyesületnél. Többek között a tervekben szerepel, hogy kiemelten közhasznúvá váljanak. Mi szükséges ehhez, illetve miért jött ez a gondolat? Na most a kiemelten az még nem, az majd jön. Tehát közhasznúvá szeretnénk válni, igen, mert azt mondhatjuk, hogy mi most már az egyesületben ennek a korosztálynak olyan lehetőséget nyújtunk, amit méltatunk. Tán mondhatjuk, hogy hát ennél fogva lehetnénk közhasznúak is. Tehát itt az üdülési csekkek kiváltását illetően segítünk, vagy az alacsony nyugdíj emelést illetően segítünk. Én itt vagyok ugye az önkormányzatban, mint képviselő. Hát nem sok nyugdíjas egyesület mondhatja el, hogy van képviselője egy képviselőtestületben, ez se hátrány. És akkor gondoltunk egy nagyot, hogy közhasznúvá alakulunk, abban a reményben, hogy talán több pályázathoz is hozzájutunk. Jelzem, most is van beadva egy működési pályázatunk. Most minden nap nézzük az EPER című elektronikus honlapot, vagy nem is tudom, hogy hívják, nem honlap igaziból, egy rendszer, és még mindig azt írják, hogy elbírálás alatt, holott már kellene, hogy kapjunk választ, hogy megkapjuk, vagy nem kapjuk. Tele vagyunk tervel, hogy ezt a pénzt hogyan tudjuk elkölteni, hiszen a pályázatban is már meg kellett jeleníteni. Úgyhogy igen, igen, valóban a háttérmunkák folynak erősen. Mikorra valósulhat meg ez a közhasznúság? Hát most ezt az Isten malmai lassan őrölnek, hát szerintem egy ilyen 3 hónap múlva talán a cégbíróság tehát a bejegyzési módosításunkat elfogadja. Sok sikert hozzá, köszönjük szépen!